Valentin napra készülnek a virágboltosok, farsangra készülnek, online versenyt hirdettek, belvíz helyzet a kiskertekben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 11-én 18 óra 5 perckor. Február 14-e minden év egyik legromantikusabb napja. Ilyenkor a virágboltok megtelnek vörös rózsákkal, különleges csokrokkal és Valentin napi érdekességekkel, kiegészítőkkel. Szalai Zsuzsa virágkötővel az idei virágtrendekről beszélgettünk. Készülnek a Valentin napra, hiszen be kell tartani az előírásokat. A rugalmas kiszolgálásról szól az idei év, hogy megszüntessék a várakozást a boltban. Az előkészületek így most hosszabbak, mint korábban. Most azért másképp készülünk a Valentin napra egyértelműen, mert mivel hogy a múlt év Valentin nap a boltosok részére más készülődés volt. Tehát másképp készültünk. Most ugye nagyban hozzá át kell gondolnunk minden egyes előkészületet, egy-egy bevásárlási lehetőséget, és a végeredményként pedig a maga kiszolgálást, hogy megszüntessük azt, hogy ne gyűjjenek fel az emberek, be tudjuk tartani a távolságot, és a rugalmas kiszolgálás érdekében, tehát nagyon-nagyon előre elkészített cserepes növényeket, egyszálvirágokat, és hogy ne a várakozási időt, hogy teljesen meg tudjuk szüntetni, és hát ebbe, tehát ugye egy kicsit azért több előkészület, tehát nem az akkori gyártásokról fog szólni a virágosok élete. Az idei újdonságokat tekintve megjelentek a nem megszokott, nagyon elegáns dobozok, ahol a minőség és az elegancia számít, de a korábbi bordó és vörös virágszínek mellé jön idén a rózsaszín több árnyalata és a fehér, valamint ezek kombinációja. A dobozok egyedi stílusúak, és már nem csak virág, hanem édesség, ékszer, egyéb apró kedves dolgot is lehet meglepetésként a doboz aljába eldugni. A kis apró figurák, kedves üzenetek is meg vannak a szalagokon már. A színekről fog szólni, tehát nem csak a bordó, nem a pirosról, hanem most ugye mellé tették nagyban a halvány rózsaszíneket, a rózsaszínt, a fehéret és ezeknek a kombinációjukat, és a dobozoknak is megvan egy nagyon egyedi stílusa, ami tehát nekem, tehát most egyelőre mondhatjuk azt, hogy különleges, mert a dobozban tehát nem csak virág, hanem esetleg édességek, esetleg ékszerek, vagy egyéb apró kedves dolgokat lehet a doboz aljára eldugni, tehát meglepetésként érheti a szeretteit. Hát ugye itt jelen vannak ugyanúgy a kis apró figurák, a kis kedves üzenetek, ezek lehetnek egy kis borítékos üzenetek, lehetnek egy kis szíves megjelenítésben. A szalagoknak az írása, tehát amit ugye azon szeretne ugye üzenni. Minden korosztály számára lehet már apró kedvességet vásárolni az üzletben, férfiaknak szóló ajándék is van. Ez azért elmondhatjuk, hogy ez nem csak a fiatalokról szól, ez az ünnep, hanem ez mindönkről szól, tehát ez egy kölcsönös ünnep mindenki számára. Ez nem csak a lányok, hogy szeretnek virágot kapni, hanem itt a lányoknak is egyenrangúan kell, hogy készüljenek, mert ez egy kölcsönös szeretet, tehát nem csak szerelem, tehát itt egy kicsit ezt ott valahogy mérlegelnünk kell, hogy itt mindegyikünkről szól ez az apró kedvesség. Tehát nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, hanem az apró, ez lehet egy pezsgő, egy szár rózsa kíséretével. Pont azért, hogy azért most azt most elmondhatjuk, hogy mikor belépünk a február hónapba, tehát azért itt egy kicsit megugranak a valentinos árak, és most már mi virágosak látjuk egyértelműen az árakat, a kínálatokat, így igyekeznünk kell arra, hogy mindenki megtalálja majd a számára behatárolt összeget, amit szeretne költeni majd a Valentin nap alkalmából.
A jelen helyzetben a virágcsokor házhoz szállítása is működik Valentin napkor. Keresettek a tartós selyem virágok, hiszen utóbbiból is vannak már nagyon jó minőségűek, és lesz, aki cserepes virágot kér szerelmének. Lesz, aki nagy ajándékdoboz kér, van, aki csak egy szár rózsát. Azt elmondhatjuk egyértelműen, hogy a virágkultúrában azért rengeteget fejlődött a minőség, és most már összehasonlít, tehát amikor összehasonlítják az emberek az élőt a selyemmel, tehát nehezen tudják elrontani a minőségéből kifelől, hogy ez tényleg élő-e. És épp ezért tehát azt tapasztalom, hogy nagyon sokan keresik a tartós virágdíszeket, pont ezért, mert össze lehet őket téveszteni. És ami most jellemző, amit eddig ugye tapasztaltam a megrendelések alapján, itt a cserepes virágok is jelen fognak lenni a Valentin nap alkalmával, egy kis szívecske, egy kis valentinos díszítése. Lesz, aki egészen nagy virágdobozt fog rendelni, van, aki az egyszer rózsát is el fogja vinni, vagy tehát aki már arra készül. Nyilván a mostani, hála jó Istennek, tehát a mai fiatalok azért lelkesen készülnek erre a Valentin napra, ők már jó időre szeretik leadni a megrendelésüket, van, aki érte fog jönni már kora reggel, vagy pedig ki kell, hogy szállítsuk a címre, mert egy megadott címre, amire ő fel fog bennünket kérni. A SIM óvodában Szabóni Szentesi Mária vezetővel arról beszélgettünk, hogyan indult a 2021-es év. Mint megtudtuk, szerencsésen indult az év, hiszen az óvoda minden dolgozója vállalta január 2-án és 3-án a koronavírus tesztelést, mindenki negatív lett, így a szülők biztonsággal hozhatták gyermekeiket az óvodába, fogalmazott a vezető, aki szólt arról, hogy ebben a hónapban a téma a tél, mint évszak, a foglalkozásokon minden formában, öltözködés, sportolás, étkezés, madárvédelem, hiszen örökös zöld óvodának ez nagyon fontos feladat. Az elmúlt napok időjárása lehetővé tette számunkra, hogy a tél, mint évszak, feldolgozzuk ezt a projektet, hiszen a hátunk mögött is látszódik, hogy a gyerekek jéggel foglalkoznak, a téli időjárás elemeit dolgozzák fel, a téli öltözködéssel foglalkoztunk, a réteges öltözködésre hívtuk fel a gyerekek figyelmét, a téli sportolásra, és hát a téli madárvédelemre is, hiszen mint zöld óvoda nekünk ez is nagyon fontos. A gyerekek várják a farsangot, a lányoknál a hercegnő, királylány, a fiúknál a vadász, a karatés, a katona népszerű. Már tervezgetik a gyerekek a jelmezeiket. A farsang bár szülőmentes lesz, de az informatika felületen tájékoztatják őket fotókkal a rendezvényről. A tavaszi programjaikat is mindet megtartják, ha nem lehet csak csoportszinten, ha lehet akkor a szülőkkel. Az egyik legnagyobb élmény a gyermekek számára a farsangi időszak, ez fog következni a következő napokban, hetekben. Már hallottam is a baráti társaságokat, hogy megbeszélik egymással, hogy ki minek, milyen jelmezt fog felölteni. Ezt nagyon várják a gyerekek mindig. Természetesen, mint a lányoknál a hercegnő, királylány, tavasz tündér, ez mindig nagy sláger, a fiúknál a karatés, a dínó, a vadász, a katona, és már most tervezgetik a gyerekek, ez a következő napok feladata lesz. Sajnos valószínű, hogy ezt a programunkat is szülők nélkül tudjuk még megvalósítani, hiszen a járványügyi helyzetben nagyon odafigyelünk, hogy vigyázzunk egymásra, a gyermekeinkre, betartsunk minden óvintézkedést, de nem maradnak le a szülők, hiszen az informatika felületén mindig tájékoztatjuk őket erről. Bízunk benne, hogy hamarosan véget ér ez a nehéz időszak, és egyre inkább ki tudjuk nyitni a kapunkat az érdeklődők számára, hiszen a tavaszi programjainkat mindet meg fogjuk tartani, és a tavaszi beiratkozásnál majd nagyon fogjuk várni az új kicsiket, hogy betekinthessenek az óvoda életébe. Most a következő időszakban pedig nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy az iskolába készülő gyerekekre figyeljünk oda. Számukra már nem csak kedv és érdeklődés kérdése, hogy a felkínált tevékenységekbe, foglalkozásokba bekapcsolódnak-e, nekik már kötelezően részt kell ezekbe venni, hiszen
nagyon hamar eltelik ez az időszak, január-február itt a nyár, ahogy mondani szoktuk, és ők ősszel megkezdik az iskolai tanulmányaikat. Ezen kívül a kolléganőimre is nagy feladat vár, hiszen az elkövetkezendő héten két kolléganőm is minősülni fog, két hét különbséggel. Egy kolléganőm átesik az önértékelés folyamán, és hétfőn megkezdi egy végzős főiskolai hallgató a szakmai gyakorlatát az óvodánkba. A beiratkozásnál nagyon várják majd a kicsiket, hogy betekinthessenek az óvis életbe. Odafigyelnek az iskolába menő gyermekekre, akiknek fejlesztéseket tartanak a négy tehetségműhelyben is, hogy őszre minél felkészültebben kezdhessék az iskolát. A tehetségműhelyek továbbra is működnek az óvodánkba, négy területen is működik. A környezeti az mindig is élen járt, mint zöld óvodásoknál, hiszen ennek a mai projektnek a záró foglalkozása is főleg erre épül, hiszen a gyerekek a jéggel, a hóval játékos kísérleteket végeztek. A kézműves tehetségprogramunkban most nyertek a Szent Pál Marista által kiírt alkotópályázaton a kézműveseink. A mesével ilyenkor a mesetehetségműhelyünk is a téli meséket dolgozza fel. A mozgásos az ugye most kényszerült a tornaszobánkba, ott általában labdajátékokat játszanak ebbe a műhelybe. A logikuckó az pedig hát a gyerekek kreativitására, logikus gondolkodására épít. Az elmúlt időben inkább a társas játékokat, a logikai feladatokat oldották meg. A február azonban már a konyhakerti foglalatosságot is jelenti, hiszen a magvetést akkor kezdik el. Az óvoda kétszer kapta már meg a legszebb konyhakertek országos díját. Ezeket már februárban el szoktuk kezdeni a magvetéssel, a palánta neveléssel, rügyeztetés, csíráztatás, hiszen a kis kertünkben mindig nagyon fontos feladatok várnak ránk. Kétszer nyertünk már, és szeretnénk ezt harmadjára is elnyerni, hogy az örökös díjat elnyerhessük. A szülők nagyon segítőkészek ebben, a nagyszülők is, úgyhogy ez is egy nagyon nagy projekt. Ahogy mondtam, reméljük, hogy minden tavaszi programunkat meg tudunk valósítani. Abban bízunk, hogy egyre inkább ki tudjuk nyitni az óvoda kapuját, hogy ne csak zárt ajtók mögül valósíthassuk ezeket meg. Online versenyt hirdetett a karcagiaknak a Dériné a Magyar Kultúra napjára. A részletekről Hangyási Tibornét, a Csokonai Könyvtár tájékoztató könyvtárosát kérdeztük. A jeles napokhoz, évfordulókhoz rendszeresen tartottak alkalmi kiállítást, Totót vetélkedőt. A jelenlegi járványügyi helyzetben áttértek az online felületeken való kapcsolattartásra az olvasókkal. Könyvtárunkban régóta hagyomány, hogy egy-egy jeles ünnepnaphoz vagy évfordulóhoz kapcsolódóan rögtönöztünk helyben egy kis könyvkiállítást, vagy pedig egy-egy kérdéssort állítottunk össze hol Totó, hol kvíz kérdés formájában. Most ugye a járványügyi helyzetben se szeretnénk ezeket az alkalmakat elszalasztani, ezért tértünk át online felületre. Így már tartottak a Trianon 100. évfordulójára Totót, majd a későbbiekben több hasonlót évfordulókhoz, ünnepekhez, felnőtteknek és gyerekeknek. Tavaly a járványhelyzet miatt kialakult állapotban először a Trianon 100. évfordulója kapcsán indítottunk egy Totót, és ez alapján tapasztaltuk, hogy nagy az érdeklődés, és az olvasó közönségnél tágabb közönséget tudtunk vele megszólítani, és ezt folytattuk a későbbiekben. Évvégén az advent ünnepkörhöz kapcsolatban volt felnőtteknek és gyerekeknek is. A továbbra is fennálló járványhelyzet és az érvényben lévő járványügyi intézkedések miatt január 22-én a Magyar Kultúra napját sem tarthatták meg a szokásos módon a Dérinében. A szakemberek azonban fontosnak tartották, hogy valamilyen formában ráirányítsák a figyelmet erre a napra, ezért egy kvízjátékot indítottak karcagi lakosoknak. Úgy indítottunk, hogy egy könnyebb, általánosabb műveltséggel is könnyen megoldható, és akkor szűkített a kört, meg vannak speciális kérdések, helyi vonatkozású kérdések. A pályázati felhívásban kikötésként szerepel, hogy csak karcagi lakosok. Ezt őszinte megvan a díjazás kapcsán, hogy így tudjunk most megoldani.
A feladatsor és a játékban való részvétel feltételei a Dériné közösségi oldaláról letölthetők, elérhetők. Az eredményhirdetés is online módon történik most. A díjakat telefonos egyeztetés után adják át a nyerteseknek. Már tervezik az idei országos és karcagi évfordulókhoz kapcsolódó online totókat is, melyről aktuálisan a Dériné online felületein lehet tájékozódni. A héten már beszámoltunk a karcagi határban lévő belvízről. A magasabban fekvő területeken némileg jobb a helyzet. A kiskertek talaja is átnedvesedett ugyan, de a felszíni víz itt alig látszik. Az előző évek asszályai már kiegyenlítődtek, viszont a talajok ennél kicsit többet mutatnak. Ez a csapadék mennyiség, ez nagyon jelentős, mert a évvége csapadékos volt. Annak ellenére, hogy tavaly tavasszal nagyon sokat szenvedtünk az asszálytól. És én ott írogatom, és most is összesítettem, hogy a december az 38 mm-rel zárt, és a január már 47 mm-es volt. És statisztika szerint az év legszárazabb hónapja mindig a január. Ugye kevés a hó, ami leesik, az leesik decemberben, vagy igazából nem is nagyon-nagyon szokott hó lenni, de a legszárazabb, 10 mm-es egységgel jelzik, és most 47 mm-nél tartunk, és ez a vízmennyiség az, amely megemelte a talajvizet, és most bizonyos problémát jelez. A magasabban fekvő területeken némileg jobb a helyzet, a kiskertek talaja is átnedvesedett ugyan, de felszíni víz itt alig látszik. A gyümölcsfáknál az a gond, és nekem az észrevételem azt, hogy ez a nagyon kötött lánynak vízes, sós talajvíz, ez nem kedvez a gyümölcsfáknak. Nem véletlen az, hogy bizonyos gyümölcsfajok nem szívesen maradnak meg. Itt a kajszibaracra gondolok, a cseresznye sem különösebben, de sok kárt okoznak, hogy ugye nagyon levegőtlen, hideg a talaj, és ez nézben a telepítéskor már az eredésnél gondot jelent, de az idősebb fák is csak az őshonosabb fák azok, amelyek eltűrik ezt a áldatlan talajvíz viszonyt. A belvíz helyzet javulására a következő napokban nincs sok esély, hiszen a meteorológiai előrejelzések szerint jövő csütörtökig az Alföldön további 30 mm eső eshet. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!